Az ülésen a legfontosabb napirendi pont az idei költségvetés első féléves megvalósításáról szóló jelentés volt. A Szerb Haladó Párt képviselője kiemelte, reális alapokra helyeződött a költségvetés tervezete. Ami ezt a költségvetést jellemzi, az a bevételi oldal magas és jó teljesítése. Az összbevétel 55 milliárd 129 millió dinárnál tart, de hát ennyit sikerült ebben a 6 hónapban megvalósítani. Ha pedig összehasonlítjuk az előző év azonos időszakával, akkor 6 milliárd 600 millió dináros növekedésről beszélhetünk. A Szerbiai Demokrata Párt és a Szerb Radikális Párt nem támogatta a javaslatokat. Főként azt kifogásolták, hogy a nagy beruházások csupán 13%-a valósult meg fél év alatt. Ismét azt látjuk, hogy június 30-áig a kormány több száz millió dinárt költött különféle programokra és projektekre, amelyek szerintünk nem hasznosak. Ilyenek a többi között az Európai Ügyek Alapja, a fejlesztési ügynökségek, a vajdasági RTV pénzelése. Emellett 10 millió kerültek különféle fantom szervezetekhez. A Vajdasági Magyar Szövetség támogatta a napirendi pontok mindegyikét, hiszen az éves költségvetésnek, amely több mint 89 milliárd dinárt tesz ki, több mint 57%-a megvalósult az első fél évben. 250 millió dinár értékben fejlesztették a bajcsai és a számosi jégelhárító radarközpontokat. A tervek szerint jövőre hasonlóan nagy összeggel járul majd hozzá a tartományi kormány, amelynek következtében teljesen el is készül és funkcióba is kerül mind a két jégelhárító központ, aminek köszönhetően korszerű és a lehető leghatékonyabb rendszerre fog Vajdaság rendelkezni. Ismét támogatva voltak a fiatal gazdák abban, hogy új gazdaságokat nyissanak 200 millió dinár értékben. Ennek köszönhetően csak az idejében 170 újonnan megnyitott gazdaság kapott 90%-os támogatást. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke az ülés ideje alatt átadta a felújított sajtószobát a média képviselőinek, akik ezentúl korszerű körülmények között dolgozhatnak és élőben követhetik a parlament üléseit és más eseményeket. A termet az ENSZ fejlesztési programjának adományából sikerült felújítani, ők ugyanis évek óta támogatják a tartományi képviselőházat, mondta Pásztor István. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az épületet megpróbáljuk karbantartani, megpróbáljuk modernizálni, megpróbáljuk alakítani a modern idő kihívásaihoz. Káderkérdésekről is szó volt az ülésen, hiszen Csedomir Bózsit eddigi mezőgazdasági titkár lemondott posztjáról, az ő helyét Vladimir Gálics településrendezési és környezetvédelmi titkár vette át. Gálics helyére pedig Nemenye Erceg eddigi titkár helyettes került.